Skifter gear. Okay. Er I fuld? Nej, det er vi ikke. Thomas Vinterberg rendezése a Még egy kört mindenkinek volt az Európai Filmdíjak idei nagy győztese. 4 kategóriában is nyert. A legjobb film, a legjobb rendezés, a legjobb forgatókönyv és a legjobb férfi színész díját is megkapta. Az öröm és büszkeség mellett a dán rendező arról a sötét felhőről is beszélt, amely beárnyékolja az életét. A lányom a forgatás időszakában halt meg. Imádta ezt a filmet, a része volt. Úgy volt, hogy szerepel is benne, az ő iskolájában forgattuk. Amikor ő elment, csak miatta folytattam, érte csináltam. Ez a díj az ő emlékének szól. Köszönöm. And your award will honor her memory. And I thank you from my heart. European Actress 2000. A legjobb színésznőnek járó elismerést Paula Beer vette át. Paula! A német színésznő Christian Petzold Love Story-ában az Undine-ban a címszerepet, az egykori germán vízinimfát alakítja, aki minden szeretőjét megöli, aki elhagyja és elárulja őt. Annyira köszönöm, annyira jó volt ez az egész. Óriási öröm ez nekem. A legjobb dokumentumfilmnek járó díjat egy romániai születésű német rendező, Alexander Nanau alkotása kapta. Filmje a 2015-ben a bukaresti klubban, a kollektívban kitört, összesen 64 ember életet követelő tűz történetét, a román egészségügy hiányosságait és a magát a kormány lemondásához vezető botrányt járja körül. A tűz sérültjei közül ugyanis 37-en kórházban haltak meg úgy, hogy nem voltak életveszélyes állapotban. Köszönöm az akadémia tagjainak, hogy egy olyan filmet ismertek el, amely az egyén hatalmáról és az oknyomozó újságírás erejéről szól. Ez egy olyan pillér, amely egyre nagyobb szerephez jut a demokráciákban, amelyekben élünk. Egyre többször és többször kell segítségül hívnunk. True words. Thank you, Alexander. This is yours. Going to send it to you. All the very best. The European Discovery Prize goes. Az év európai felfedezése Carlo Sironi olasz rendező Napsugár című munkája lett. Carlo, this is yours. A film egy lengyel nő története, aki Olaszországban kívánja eladni újszülött gyermekét, azonban sem ő, sem az ebben közreműködő, magát a gyermek apjának kiadó férfi nem tud tenni az ellen, hogy érzelmi kötődés alakuljon ki köztük és az újszülött kislány között. A gálán elbúcsúztatták Wim Wendersét, az Európai Filmakadémia elnökét, és az akadémia ugyancsak távozó igazgatóját Marion Döringet, akik 30 év elkötelezett munka után köszönnek le tisztségükről. Nem csak a szakma mondott nekik köszönetet, hanem a német szövetségi kormányt képviselve Angela Merkel kancellár is. Az önök búcsújával egy fejezet zárult le. Hatalmas hála marad a szívünkben mindazért, amit az európai filmért tettek. Minden jót kívánok a továbbiakhoz is, mindkettejüknek. Az európai filmdíjakat jövőre ismét Berlinben osztják ki, remélhetőleg már nem online, hanem valós keretek között. I would like to thank all nominees, myself included. Köszönöm, hogy velünk voltak ezen a nem könnyű ceremónián. Thank you Agnieszka, thank you Marion, thank you Mike, thank you Wim.